Kedves barátaim, hogyha meguntáltok az ingyenes Facebook használatából a sok butaságot, amit írtok egymás között, mert az dicsérem, hogy köztetek elég sok közös van, amiben megbíztok, és mindig tudtok kommentálni egymásnak. Ha ezt majd meguntáltok, ezt az ingyenes dolgot, mert sok helyen, ahol reklámokat lehet csinálni, ott fizetni kell érte, a Facebookban a nem, akkor nézzetek be az én oldalamra, és ezt tudjátok ugyanúgy lánc szerint csinálni, mint a butaságokat, amit beírtok, meg, meg egymást károljátok, meg nem tudom, mit csináltok. Tehát ha ezt meguntátok, akkor majd kezdhettek pénzt is keresni. Nézzetek be az oldalamra, ehhez az elsőhez az kell kell egy pályer. Egy pályer kell ahhoz, hogy megnyissad, és a te bankkontoval összekössed, és küldesz rá pénzt. Az, az alap, hogyha egy internetbankotod megnyitsz, és dolgoznak az az interneten, akkor az persze mindenkinek saját uh, pénz szükséglete, hogy van. Azt mondod, van egy ilyen 50 euró értékű pénzed, amit át tudsz ide küldeni, és akkor ezt az 50 euró pénzt esetleg uh, meg tudod oldani úgy, hogy megtöbbszörösíted. Tehát ebből gazdálkodsz. Ide beküldött euróba, vagy bitcoinba, vagy dollárba, vagy rubelbe, és ezt transzferéred, átküldött például ha Euróba elküld ide, akkor át tudod váltani Róbelra. Ugye a Róbel neked nem kell, de hogyha a Rubelt megsoksorozod, már elég sok az interneten van orosz internet, ahol lehet pénzt keresni, és hogyha ez megsoksorozódik, akkor vissza tudod küldeni Euróra, és áttete magyar számládra azt a pénzmennyiséget. Tehát az alapdíj, ha valahol az interneten akarsz dolgozni, van Payer konto, ahol többféle mennyiségű pénznemet tudsz összeszedni magadnak. Ugyanez van a Bitpanda. Bitpanda jön az Aus Ausztriából, Ausztriában van neki a székhelye. A Payer pedig uh, Ukrajna és Lengyelország, tehát a Varsóban a központja annak az internetbanknak. Tehát, ahhoz, hogy megnyitasz egy, egy kontot, ezért kapsz egy per számot, ami P-vel kezdődik. Ezt kell beírni ahhoz, hogy kifizetsed. Tehát ez a te kontoszámod, ha van pr kontod. Azon kívül a bitcoinnak van például, hogyha bitcoin ott van, akkor rákadítasz a bitcoinra, depozit és akkor van egy bitcoin kontod. Tehát, hogyha bitcoinba akarsz ide küldeni pénzt, akkor a bitcoin kontod, van egy, egy fix bitcoin kontod, ami 32 hívő számúból is betűbe áll össze, akkor Bitcoin küldöd be a pénzt a PR-re. Most, hogyha egyik a másik után bejelentkezik, van egy ilyen uh, referál, uh, referál link. Ide ha rám is erre a fejre, bocsánat ide mész a fogaskerékre, rá kell a referálra, és akkor van egy referál linked, amit ugyanúgy reklámozni tudsz a Facebookon, és a barátod erre rájelentkeznek, ugyanúgy bejelentkeznek, fizetnek 10-20-30 euró mennyiségű pénz, vagy 1000 eurót, mindegy, akkor ennek a százalékát meg fogod kapni, és akkor itt vannak az egyének, akik ma bejelentkeztek, és akkor kapsz vissza pénzt ebből, ezek fizettek a kontos ez az ő payer az az élgyeimnek, és akkor amit fizetnek rá a kontóra, akkor abban megkapod a mennyiségű pénzt, ezt a százalékot, amit befizettek. Tehát egy, ha van nyitsz egy payer kontor, és vannak emberek, akik rájelent, rájelentkeznek, már ebből jön vissza a pénz. Kettő. Lényeg. Itt egy másik internetkontot, ahol dolgozni akarsz, azt mondják, hogy a Per kont számot ad meg, ezt a kontőszámot, ami itt fent a jobb oldalra részen, az a kontnumer, ezt megadod. Adok egy példát, ez legyen más, egy ilyen, ilyen dolog, ami, ami, ami... Ez legyen más internet oldal, nem tőlem. Csak ez egy példa, példa most tőlem van, és akkor ez a Webcoin, a Webcoin, ez 24 órán keresztül megy, tehát 24 órában egyszer legalább be kell szállni ahhoz, ha le, le, lenullázik, akkor újra kell indítani, lesz itt egy fehér alapon egy start írás. Startra rakattintéz, és akkor megy tovább az óra, és ezek a müncék, ezek a müncék, ez nem pénz, ez csak műcek. E, minél több műncéd van, tehát ezt 150 rubel, 10 centet fizettem rá. Ö, hogyha az R hőhemgyes vindiket rákattintok, rákattintok, akkor itt van az, hogy 150 rubel, az olyan 10-15 cent, szállem, hogyha rákattintok, hogy szálem, akkor átvált egy másik oldalra, miből, mit akarok, Mi, melyik internetkontóval akarok, ugye? Akkor rákattintok azt, hogy például Payer, nekem payer van, az összes többünk nincsen. Akkor rákattintok erre, hogy klikkenzi a fűt szánunk. Rákattintok a fizetésre és akkor megnyitja nekem a PR oldalt, és akkor ezt a 150 rubelt, innen rubelt leveszem. Neked persze nincsen rubeled még, aha, nem tudod fizetni, neked csak euród van, vagy dollárod, vagy, vagy ez van, bitcoin van. Akkor átvándoroltatod ezt a pénzt rubelba, és hogyha átvándorolt ez a pénz rubelba, akkor tudod, mert ez a 150 rubelt ráhozni erre az oldalra, visszamegyek megint most erre az oldalra, visszamegyek ide, mert most nem fűzhetek szállít fel Robert, és akkor fog visszajönni, és akkor ez a műnce meg sokszorozódik. Most, hogyha ezt a végeregyményt például, ezt most áthozom ide, és akkor, hogyha ezt meg akarom duplázni, ezt a műncét, akkor ide megyek rá. Rákattintok ide, és akkor ezt az 148 ot befizetem erre a műncére, és akkor ez megint ennyivel több lesz, annyival gyorsabban fog menni ez a fenti óra. Minden gyorsabban megy az óra, annyival több pénz jön be a 24 óra alatt. Ebben az órába például van, itt ezen az oldalon nekem 503 egyénem, 503, aki már nekem hozott 1220 rubelt vissza. 250 rubel fizettem ide be erre az oldalra, az 300 rubel. A 300 rubelból csak a referálom hozott 1220 be. De most lényeg az nektek, hogy, hogy ha rámész a partner programra, akkor ugye itt van a partner programon a reklám oldalat, a reklám ugye lekopírozott be, akkor a Facebookba, a Twitterbe, és a többi, és a És akkor ezek itt mind, aki ez 503. Ezek nagy természetesen nagy mennyiségben oroszok. Mert a VK-n reklámozta magamat, ott meg csak a VK-n, meg az, a Facebook, orosz Facebook oldal, ott csak oroszok van. beraktam pár linket, és azóta jönnek egymás után az egyének az én oldalamra, és ahol fekete van, az mind már befizetett, és ennek a százalékát megkaptam. Például ennek az egyének már ugyanúgy már ötöt is, öt referálja van neki. Érve én, én utánam. Neki csak egy van, neki meg már 18 van, tehát én, ő az én referálom, és neki már 18 referálja van a Ludmillácskának. És ez így tovább, ez volt a ez volt a er, er, első ébene, és minden egyes ébene, minden egyes szint másképp kapod a referált. Tehát az ötös, 5%-ot kapsz az első ébenebe a szinten, 4%-ot a második stufába szinten, 3%-ot a harmadik stufába, 2 százalékot a negyedik stufába, és 1 ot kapsz az ötös stufébe. Ez attól függ, hogy, hogy az egyének mikor mennyit fizetnek be. Mondjuk, hogy mikor az mindegy, de hogy mennyit. Ennek a százalékát kapod meg a mennyiségnek, amikor abban a pillanatban fizet az ő oldalára. Szóval, most, hogyha ilyeneket reklámoztok és beszállnak rátok, a Facebookon vagy a Twitteren, és hogyha rátszállnak, és ők is keresni akarják a pénzt, ehhez még írsz dolgokat hozzá, hogy beszálljanak, tehát elmondod nekik, leírod nekik a tényállás, hogy hogy is működik ez az egész, akkor a butaságokon kívül, ami eddig kijött meddig a Facebookba az oldalatokon, még jó embereket is szedtek össze az oldalatokra, és még pénz is jön belőle vissza. Tehát ezen egy kicsit el kéne, hogy gondolkodjatok, hogy hogy is működik ez az egész. Most csak a fél életeket, életeteket le akarjátok élni azzal, hogy elbafláskodtok ingyen, ezen csak a Facebook nyer, de ti semmit vagy egy kis pénzt is szedtek össze Most itt vagyok az a 64 műncén, ezt áthozom ezt a 64 műncét ide, és akkor lesz a, a rubel megdupl, meg, meg többszörződik. Többször ez akkor fogom megcsinálni, hogyha áll még a 99-ig, 999-ig, és akkor, az, akkor ez akkor 65 rubel, akkor fogom átvinni az 148-hoz, és utána leveszem a pénzt az oldalamra. Most indultam, becseréltem, és 2.13-at kaptam. Most ezt kivizetem, vagy megtöbb, meg, megtöbbszöríthetem, meg a, megnövelhetem a műncének a számát, hogy minél gyorsabban menjem. Most a 2.13 nem sokat érek el, majd hogyha 30 vagy 40 lenne, azt mondom, rendben van, de 2.13 nem. De a 213 on megmutatom, hogy Kifizettetem a számlámra, rámegyek a PR-re, mert az összes többi bankkontom nincsen hozzá, nem is érdekel. PR az megbízható, és még Európán belül is van. Most itt már a kettő problémában van. a 14-et azt meghagyom, 13-at bocsánat. A következő lemeléshez. ide beírom a PR számomat ezt a per számot beírom, ami itt van fent. A számmat, És akkor fog ide jönni ehhez. Pillanat, visszajövök, rákattintok ide, hogy kifizetettem a kettő rubelt. Kettő rubel átment. 13. januárba, 2020-ba, becált, fizetve. Pillanatok alatt átmegy. Felmegyek a PR-hez. 326. 328. Tehát pillanatok alatt átment. Rámegyek a históriára. 13. január 1.98. Kettő centet levett a PR azért, hogy megdolgozott érte, hogy elszámolt a pénzemet. Kettő cent. Semmi több. Bocsánat. 0,2 cent. Mert ezt 1,98 és 2 rubel kellett volna legyen. 0,2 cent volt a, a, a díj, hogy áthaszta nekem ide a pénzt. Ha értitek. Ezt megmutatom. Így is. Transfer. 1,98. Close up. Oké. Okay? És ez megy már így. Sorba, sorba, sorba. Sorba, sorba, sorba. Szóval tegnap volt 32, 68-am. Nem, ez ma volt, az éjszaka volt, gondolom én. Aztán, hogyha ide rámegyek, akkor oldalra változtat. Tizedikén volt ugyanezen 64, 38-ról Szóval, ha az ember jól átgondolja az egészet, és naponta el lehetőleg csak egyszer, például a reggel hétkor bestartolom, akkor holnap reggel hétkor emlékszek rá, hogy folytatom tovább a dolgot. Folytatom tovább, megint rákattintok, hogy, hogy menjen tovább az óra. Ha netántan 10 percet késel az újraindítással, vagy egy órát, vagy egy fél napot, az se számít, tehát nem fog lenullázni neked, hogy most elveszítetted az oldaladat, azt a pénzt, hanem egyszerűen az óra lenullázott, egész addig nullán megy, ez az óra itt nem fog működni, amíg nem indítod a startot el. Tehát csak az időt veszítetted el, meg azt a pénzmennyiséget, ami, ami kellett volna, hogy megkapják közben az, az idő alatt, amíg nem ment az órát. De attól függetlenül a itt, ha beszállnak, és hozza neked a pénzt, azt még számolja, még hogyha nincs is beindulva a napod, ez az óra. Tehát nincs is, amikor, ha ez az óra itt nem megy, attól függetlenül a referálnak a pénz ide bejön. Csak a te saját időd nem fog működni. Tehát összevéve ez volt a webcoin, és ugyanígy van ez a rubcoinnál is. A rubcoin ugyanígy működik, csak az internet neve másabb, ugyanúgy működik. Ez, mondom, ezt paralelben csinálom, és nagyon frankó jön a pénz. És lényeg az, törekedjetek arra, hogy legyen, legyen elég referálatok. Mert akkor évekig tudjátok ezt csinálni. Én ezt tavaly novembertől csinálom, és már az ötszörösét visszahoztam a befektetett pénzemnek. Csak a lényeg az, hogy reklámozzátok magatokat, tegyetek hozzá, fűzzétek hozzá szöveget, amit a, az eddig is csináltátok, csak értelmes szöveget, hogy értelmes választ kapjatok, és hogy az értelmes egyének, akik megnézik, belépjenek rátok. És azt mondom, az investálás az, hogy 10-15 centet kell fizetni csak, ez a legkevesebb. Mert sok olyan internet oldal van, ahol 100-200 meg 500 eurókat kell fizetni, megbízható, utána összetörik az egész. Utána a pénzt Tehát, hogyha mit mondjak erre? Ha ez nem bízható meg, egyszer, ez minden nem megy éveken keresztül. Lehet, hogy egyszer majd a vára, vagy mit tudom én, földrengés lesz az internetben, de akkor legalábbis majd már én már a pénzemet, és a pluszom, mert az még megmarad. Tehát semmi sem biztos, ez jelenleg biztos, a Rubcon ugyanúgy működik, ugyanúgy a partner program, rákattintok, ugyanúgy itt van a rubcon a a referral kódom, ugyanúgy működik minden. Parallel, ganz úgy, mint a Webcoin-nál. Ugyanúgy leveszem a pénzt, 39, 248, és ugyanúgy leveszed a pénzt, Auftragzahl szóval, und so ezt még később veszem le. Ezt esetleg, ezt megmutatom például a 248-at, átküldöm, ez lesz 413 münce, promonát 124, havonta 124 műncét kapok ezért a pénzért, és 6 hónapra 744 műncét kapok erre a pénzre, csak erre az egy kicsi 240 valamennyire. Átküldtem, és kész. Megnövekedett a műncémnek a száma, így aztán kicsivel gyorsabban is működik a, a másodperces műnc, ami hozza vissza a pénzt. Itt még van 18 óra 56 percem. Ja, minden jót. Ja, és hogyha ne tántan valakit még érdekel, itt van az Air Money. Az Air money ba tudsz reklámozni. Az Air money ba tudsz reklámozni. Reklámokat leolvasod, 40 perces, 40 perces reklámok, 40, 30 perces reklámok, és ezt a pénzt áthozod ide, transfer, transfer, beírod ezt a pénz mennyiséget, ide, 1590, beírod, ezért kapsz még 1749-et, rákantintasz, és akkor ide fel fog jönni a zöldbe, és ezt a zöldet, ebbe a zöldbe, hogyha ben vagy, lesz már 1800 műncéd, akkor tudsz reklámot csinálni. Itt van felül. Itt surfers, ez a surf oldal. Posting, erre a ide beír, beír a reklám oldalat. Beír a reklám oldalat. ugyanígy beírod a oldalat, és akkor rákatint a kékre. Akkor lesz itt a rámegyek az én linkemre, és akkor ezeket a linkeket, ami itt van, már beraktam, rákatintok ide erre a oldalra, és akkor például ide behozom a, nem ide, várjunk csak, 27-en van most jelleg. Most jelleg csak 27-et tudok beírni, 27-et beírok, befizettem a 27-et, ezért csináltam a 27 6 reklámot. Tehát valaki 6, 6 alkalommal megnézi ezt a reklámomat, akkor esélyem van rá, arra, esélyem van rá arra, hogy esetleg rám, ó, rámegy az én oldalamra. Itt van ez. Ez az én oldalam, ami, a 6 reklámot. Ezért kap az egyén, aki megnézi a reklámot, 2,80-at ami majd ide fog élni a 280 Ide. Na. Tehát, hogyha ezt az én mondom, így valaki megnézi, ezt így megnézi, megnyitja az oldalamat, itt alul megy a szám, 20 másodperc, 19 másodperc, és le, lenulláz, megnézi, és akkor azt mondjuk közben, hogy megnézi például azt, ezt az oldalt, ezt megnézi, 40, 39, 38, és akkor hogy ezt megnézte, akkor azt mondja, hogy áll megnézem ezt az oldalt, és akkor átkat erre az oldalra, á, nem, bejelentkezek például, vagy nem jelentkezik be, nem muszáj. Lényeg az, hogy így össze tudod szedni a műncéket magadnak, ahhoz, hogy ingyen reklámos a te reklám linkedet. Szóval, so, itt az a lényeg, hogy letelt a 40 másodperc. Fő 5 meg 2 az 7. Kettesre rákatintok, 5-6 felet kaptam. Na. Tehát ezt egy 40 szekundomotra megcsináltam. Újraindítom, 15 volt, 15-96. Ezt többször is megcsinálod. És ez mind, ebből mindből, ha összejön a, a műnce, átváltod e, erre a pénznemre felül, és akkor ebből csinálsz magadnak a reklámot. Ha, 27 volt csak 6 reklám, 1000-ből össze 250 reklám. Tehát 250 reklámot tudsz szétszórni, nem Európa szerte, hanem mindenfele. Mindenfele a Földrészen valaki beszáll, megnézi a reklámodat, van esélyed, hogy megnézze. Ebbe szálljon, és akkor leregisztráljon rád, és akkor uh, hoz vissza neked százékot. Bármilyen reklámot berakhatsz, YouTube reklámot is berakhatsz ide. YouTube linket, ha berakod, ugyanúgy, beraksz ide YouTube linket, ez itt nekem egy, egy előzetes YouTube linkem, berakod, ugyanúgy ide berakod a Youtube linket, hoppala, ezt nagyon elhamarkodtam ide, berakod ezt a Youtube linket, és akkor alul rákatnod, és akkor mindjárt itt már kimutatja ezt a Youtube linket nekem, amit már beraktam, csak akkor ugyanúgy ide, ha van annyi pénzed ott a zöldbe, beraksz például ezret, most ez száz csak, ezret, most nem tudni nincs annyi nekem, nem is nincs annyi nekem, de ha van ezred, rakantintasz a szállon, és akkor áthozza ide azt a 250 reklámot neked, hogy szétszólja neked. Nekem most jelenleg nincs annyi bang, a van fent, csak 0,10. De még ezen várok kicsit, ezzel lehet átváltani, és minél több van itt, annál több mennyiséget kapok még pluszba, hogy tudjak reklámozni. Tehát ennyi az egész. Bejelentkezés ingyenes kiválasztasz magadnak egy, 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 egy becenevet, ami itt fog lenni, De én a kontomat választottam ki, ne felejtsem el, és az a becenevem, amúgy e-mail cím kell hozzá, más. És akkor bent vagy, ne, nézed a napi reklámokat, és a napi reklámot, hogyha nézed ezeket, 40 perces reklámokat, 30 perces, 20 perces, 20 másodperces reklámokat, bocsánat, nem 40 perces, hanem 40 másodperces reklámokat, ennek a mennyiségű pénzt ezt megkapod, és ebből a pénzből csinálsz reklámot, például olyat, ami nekem itt volt, tehát ennek a partner a reklámját rárakodod, oda, és akkor ezt kikopírozod, és akkor oda meg berakod. Csak hogy sokan nem tudják esetleg, hogy hogy, meg mint, megmutatom, és akkor így berakod. Webcoin. Berakod, ide beérsz valamit, egyebet, ugyanúgy berakhatod a, 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 reklá, a azt akármit beírhatsz ide, hogy meggyőzed azt az egyént, aki megnézi ezt az oldalt így ennek az a lényege. Aztán van olyan, hogy téglike bónusz, ami 24 órába egyszer kapsz bónuszpontot, rákattintesz, és akkor megkapod a bónuszpontot, aztán van a bónuszpont naponta 12 óránként, itt lesz felül, van egy ilyen buton, rákattintesz, mint egy új oldalt, tehát nem visszőszer az oldal, és akkor ott lesz egy, 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 egy egy buton, amivel rákatint, és akkor megkapod egy, kettő, négy, attól függ, mennyit kap. Aztán meg van egy, ami bónuszpont 6 óránként, tehát 6 óránként van, ebből van még 5 öt óra, 50 perc, 5 na, 6 óránként, fümstum, de 5, óra és 5 percen van, mégis 10 szekundum. Tehát, ha ide bejössz naponta 6 óránként, 12 óránként kapsz bónuszt, de csak harákat rákat ez persze, gell? van esély is. Téglik naponta egyszer, 24 órába egyszer. Ha úgy gondolod, hogy pénzt akarsz felhozni a reklámodhoz, akkor itt mind rámész a cálunkra, vagy van, nem, nem, nem. Guthaben Aufladen, bocsánat, fars. Rámész a Guthaben Aufladen, scrollen, ha 10 rubelt akarsz, 10 rubelért kapsz már ezer reklámot. Tehát lehozod ugyanúgy a 10 rubelre rákattintasz, ide hozod a pénzt, innen leszámolja, leveszed a 10 rubelt, innen leszámolja 10 rubelt, pályárból, és ide jön akkor 10 rubelből lesz itt 1000. És ezer, az, az 250 reklámot fog jelenteni neked, tehát ha akarsz befizeted, hanem akkor összegyűjtöd ingyen. Tehát vagy a saját pénzből csinálsz, csinálsz 20 rubel is, 30 rubel is, mindegy is 1000 rubelnál 250 reklámot tudsz csinálni. És ez a pénzbe, ez amit meg, meg kell nézned ahhoz, hogy szüljön ott felül a pénz. Szóval ennyi lett volna már a tőlem. Mondom, ha megunjátok a Facebookos dolgokat, ami úgy, mit mondjak olyan. Hm. Ja. Talán szellemileg felfrissít benneteket, hogyha egymásra így beszélgettek. Másokat az frissít fel szellemileg, hogyha lekorholhat valakit. Mindenféle tökéletlen írásokkal. Talán ezzel nyugszik meg. De mondom, amit itt csináltok ingyen egymás között ez csak a Facebooknak jó. Ez az lenne jó, hogyha még közösen összefognátok, és egymáson segítenétek ezzel, hogy bejelentkeztek egymásra, és biztos oldalakat persze, ami nem olyan, hogy csak a pénzre eltőlünk, aztán lezárja az internetet, aztán ott maradt a befektetett pénzetek. Tehát egy biztos oldalra kell menni, egy biztos reklámot kell elfogni azzal, ami fizet ami a befektetési pénzt visszahozza, és utána a plusz pénzt visszahozza. Tehát legyetek jók, gondoljátok át az egészet, ha úgy gondoljátok, hogy így maradtok, maradjatok így, ha nem, akkor gyertek át hozzám. Minden jót!